megél a mandarin, mondanám, de nem merem. Ez nagyon vicces. A lemondásom alkalmával megkeresett egy svéd újságírónő. És akkor mondja, hogy megcsináltam az internetet, hogy szeretne egy fotót készíteni a honlapra. És úgy hallotta, hogy én kötöttem a parlamentben. Mondom, igen, én kötöttem a parlamentben. Hát, hogy ez ő szeretné megörökíteni, mert hogy Svédországban van egy képviselő, aki azóta igaz már nyugdíjba ment, de 70-es évektől képviselő volt, egy baloldali képviselő, azt hiszem szocdám, vagy valami, és hogy ő végig kötött 30 éven keresztül, és amikor nyugdíjba ment, akkor pulóver vagy sapkákat adott ajándékba a képviselőtársainak, és hogy ő szeret, hogy ez Svédországban teljesen bevett dolog, és akkor kérdeztem, hogy igen, és a hölgy most mit csinál? Egy úrról beszélünk. Úgyhogy egy férfi volt Svédország, így át is skandináv államok, ugye. Ami történik, az tényleg az, aminek látszik. Mi a Virággal az LMP-ben találkoztunk, én is ott dolgoztam, és összesodort minket az élet az önkormányzati kampányban. És az történt egy ponton, hogy körülbelül így beszéltünk kétszer telefonon, és háromszor személyesen, és egyébként meg csak ilyen fórumokon, és egyszer csak a Virág megkérdezte, hogy nem megyek el vele Indiába, és akkor mondtam, hogy de, elmegyek, és akkor így elmentünk 5 hétre Indiába, és sokat dolgoztunk együtt is, így a Virág képviselősége alatt is, és közben hát barátsággá alakult ez a kapcsolat, és rájöttünk, hogy mind a ketten nagyon szeretünk kötni. És aztán néha elmentünk egymáshoz, vittük a kötőtűinket, a fonalainkat, és vittük az apukám borát, és honunk alá csaptuk, vagy valami jóféle pálinkát, és kötögettünk, és beszélgettünk az éppen aktuális dolgainkról. Egyszer csak úgy kipattant a fejünkből ez az idea, hogy hallottunk róla, láttunk máshol ilyet, hogy vannak ilyen közösségek, akik kifejezetten kézimunkázni, kötögetni, vagy egyéb ilyesmi tevékenységekre jönnek össze, és hogy ez egy olyan módja az emberi kapcsolatoknak, egy olyan viszonyulás egymáshoz, ami így pont olyan, amilyet mi szeretnénk az életben. És természetesen nem gondolom én azt, hogy mondjuk ezzel a világot lehet megváltani, és ez választ ad mondjuk a 21. század nagy politikai és gazdasági kríziseire, de minden esetre egy lehetőség arra, hogy olyan módon kapcsolódjanak össze emberek, ami nekik jó, amiben jól érezhetik magukat. És valami olyasmit csináljanak, amitől önbecsülésük lesz. Nekem volt egy egész konkrét élményem, akkor még képviselő voltam, és elmentem egy társaságba, és ezt megfigyeltem, hogyha én leülök az asztalhoz, akkor az embereknek így elkomorul az arca, és akkor elkezdenek a problémáikról beszélni, és panaszkodnak. És hát ugye ez türelemmel és alázattal tűrtem, hiszen egy mégiscsak egy valami fajta befolyással rendelkező emberhez beszélnek, és így akkor a problémáikkal jönnek elő az emberek. És ez egy ilyen nagyon kicsi társaság volt, ilyen 50 körüli nők és férfiak. És akkor megkérdeztem őket, hogy zavarná őket, hogyha elővenném a kötésemet, mert hogy én tudok közben figyelni arra, amit mondanak. És mondták, hogy nem. És elvettem a kötésemet, és így néhány perc múlva a nőknek így felcsillant a szeme, és így elkezdtek arról beszélni, hogy egyébként ők imád sütni, és nagyon finom süteményeket készít, és így megváltozott egy pillanat alatt a társaságnak a légköre. És a másik mondta, hogy ő köt, és hogy a gyerekeinek mindig kötött, és hogy elkezdtek arról beszélni, hogy mit tudnak, mit tettek le az asztalra, és nem a problémákra fókuszáltak onnantól kezdve, hanem inkább így a teljesítményekre, meg a jó dolgokra, amik így ezen keresztül ők el tudtak érni. A kézimunkázás, sütés, stb. Ki mivel foglalatoskodik. És ez egy nagyon-nagyon fontos élmény volt nekem. Szóval, amiről Éva beszél, azt én így megtapasztaltam. Ha szorongsz, csinálj valamit. Menj el futni, vagy kezdj el kötni, vagy írj egy verset, és csökkenni fog a szorongásod. És azt hiszem, hogy a mai magyar társadalomban rengeteg a szorongás. Rengeteg a szorongás, és amiről meg az előbb beszéltünk, az önbecsülésnek a hiánya, ami nagyon összefügg ezzel, hogy nem érzem, hogy képes vagyok valamit tenni, akkor elvesztem az önbecsülést, elkezdek szorongani, mi lesz velem, hogy fog alakulni a jövőm. És a kézimunka az egy nagyon egyszerű dolog,
ami nagyon könnyen elérhető bárkinek, ez nem kell gazdagnak lenni, nem kell beiratkozni hatalmas drága kurzusokra, nem kell egyetemet végezni hozzá, nem kell különböző drága sportfelszereléseket venni, viszonylag könnyen elérhető módja a cselekvésnek, a teremtésnek, és a másik, ami szerintem még egy nagyon fontos aspektus, hogy annyira megszoktuk, hogy gyári termékek vesznek körül minket, ipari dolgok vesznek körül minket, és nagy reneszánsza van a kézműves termékeknek, és azt hiszem nagyon fontos egy embernek, hogy érezze, hogy bizonyos dolgokat ő képes előállítani. Nem csak feltétlenül szellemi termékeket, nem csak egy szerződést egy tárgyalás végén, ami lehet, hogy elvileg egy teljesítmény, de gyakorlatilag nem érzékelhető a tudat számára, hogy én készítettem valamit, itt van, megfogható, és ez az enyém. És hogyha ezt újra megtanuljuk megélni, hogy képesek vagyunk előállítani dolgokat, ahogy egy kertész kimegy a kertbe, és termel paradicsomot, egy nő képes mondjuk egy pulóvert vagy egy sapkát megcsinálni, akkor ez egy újfajta viszonyulás önmagához is. Igen. Hát már hallom azokat, akik azt mondják, hogy hát persze, hogy nem kötök, mert én nem szorongok. Én nem szorongok, nem szorulok rá arra, hogy ilyen módon így levezessem, vagy átértékeljem a helyzetemet. De azért szeretném azt az képet elkerülni, hogy a kötés az a szorongás ellen van, ezt inkább csak úgy mellékesen mondtam, mert azt hiszem, hogy egy jó teremtő folyamat, amit mindenki élvezhet, az is, aki nem szorong, annak is joga van élvezni, és lehet, hogy nem azért fog elkezdeni kötni, mert szorong, hanem lehet, hogy vágyik egy közösségre, ahova szívesen csatlakozik, és ott találkozhat emberekkel, vagy lehet, hogy élvezi azt, hogy különböző anyagokat megfoghat, és új élményei lesznek, vagy lehet, hogy egyszerűen csak izgatják a színek és a formák. A természet, mint inger, ó, nagyszerű azért ez is, így pótléknak jó lesz most. És a műzsenilia is. Egyáltalán, hogy mertetek bevállalni egy ilyet, hogy kézmunkás szakszervezet? Hát gondolkodtunk rajta sokat, mert szeretnénk, hogyha nagyon sokféle ember csatlakozna, meg terjedne, elterjedne. Vízióink vannak, hogy majd az ország különböző pontjain lesznek ilyen szakszervezeti gyűlések, és mindenféle nők különböző korosztályból és társadalmi csoportból összejárnak kötögetni, hímezni. Ki mihez ért, ki mit szeret csinálni, és így gondolkodtunk, hogy ez egy szakszervezet név, ez egy kicsit úgy korlátozza a dolgokat, de... Másrészt meg a szakszervezet azért egy érdekképviseleti rendszer. Mindig is volt bennünk egy ilyen mozgalmi igény, és hogy a szakszervezet szónak van egy ilyen áthallása is, kicsit ilyen mozgalmárkodás, és ezt igazából annak a szónak a hangulatát kerestük, ami az angolban a craftivism, tehát hogy az aktivizmus és a kézi munka vagy a kézművességnek valamilyen kereszteződése, és azt hiszem, hogy ez azért fontos, hogy van valami olyan elképzelésünk, hogy a mai helyzetben az ilyen típusú dolgok tudnak segíteni, amik inspirálóak, amik megmozdítanak embereket, amik köré szerveződni lehet. És ugye ennek nem kell kötelezően valamilyen politikai felhangja legyen, nem kell valamilyen ideológiája legyen, hanem maga a cselekvés lesz az ideológia, amit mi végzünk. És hogy a szakszervezet szó az egy ötlet volt, de hogy valahogy úgy, meg a kézi munkások, a kézi munkázók helyett, hogy ezt így úgy éreztük, hogy visszaad egy ilyen hangulatot, amit mi így keresünk, vagy amit mi így megélünk, amikor erről így gondolkodunk. Egy részvétel a közösség építésében, a közösség formálásában. Ilyen értelemben aktivizmus, ebből a szóval az aktivizm, a craft az pedig a kézművességre utal, tehát hogy ezt az eszközt használjuk fel arra, hogy részt vegyünk, hogy formáljuk a közösségünket, és kifejezzünk dolgokat. Ennek nagy hagyománya van egyébként egy feminizmus közeli irányzat, tehát a feminizmusból nőtte ki magát, mint egy nagyon kifejezetten női önkifejező eszköz, a kézi munkázás ilyen politikai üzenetek, és hát el lehet menni egészen odáig, hogy mondjuk háború ellenes rendezvényeken használni ezt, mondjuk egy hatalmas tankot beborítani egy kötött pléddel. Amerikában az Occupy mozgalomnak a mozgalom köré szerveződött egy kötő
nők hálózata, akik sapkákat meg kesztyüket készítettek a tüntetőknek, akik ugye telet az utcán töltötték. Még régebbi példa, hogy a második világháborúban az Egyesült Államokban a nők katona pulóvereket meg hasonló ilyen dolgokat kötöttek. Volt egy államilag finanszírozták, volt szabás minta hozzá, meg kötés minta, és küldtek nekik fonalat, és a nők kézzel megcsinálták ezeket a holmikat, és hogy a katonák sokkal jobban szerették a kézzel kötött cuccokat, mert érezték, hogy ez egy személyes dolog. És most olyan típusú kezdeményezések vannak, ahol például harmadik világba küldött ruhadarabokat kézzel kötnek az emberek, hogy ez egy személyes gesztus legyen, és hogy ezt éreztetni azokkal, akiknek átadják. Egyébként Magyarországon most kaptuk nemrég a hírt, hogy azt hiszem a 2. számú klinikán, ott, ahol ilyen koraszülött osztály van, keresnek kötőket, úgyhogy majd fölvesszük velük is valószínűleg a kapcsolatot, mert olyan picik a koraszülöttek, hogy nem lehet rájuk ruhát kapni, és szegények szívesen kivennék őket hamarabb az inkubátorból, vagy lehetne, csak nem tudják fölöltöztetni őket, és hogy ezért keresnek olyan hölgyeket, akik hajlandók ilyen nagyon pici kis baba cuccokat csinálni, csak sajnos, hogyha majd látják ezt az interjút, akkor örülnék, hogyha amikor így hirdetik, akkor egy telefonszámot oda tennének, vagy egy e-mail címet, mert így kicsit munkás így utána járni, hogy kit kell pontosan keresni. Hol tart ez a kis csoportotok, ami a 8. kerületben ütötte föl a fejét? Rendszeresen találkozunk, így majdnem heti rendszerességgel lehet jönni, csatlakozni, és szerveződik a csoport. És nagyon sokan jönnek, akik szeretnének megtanulni kézimunkázni. Van, aki felajánlotta már, hogy tud ebbe segíteni, hogy az szívesen eljön és tanít másokat. Egyelőre még a simát és a fordítottat gyakoroljuk sokan, de hogy már elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mit lehetne együtt csinálni így ebbe a csoportba. Szóval meg kell tanulni, ugye el kell sajátítani a harci eszközöket először, és ez a folyamat zajlik. A szerszámokat, a kötőtű használat, kötő és horgolótű használat, ez az első része a harcművészetünknek. Kicsit úgy éreztem magam, mint ha este lennék a fonóban, mikor múltkor este lementünk, mert ott nem csak kötögetés folyt. Igen, éneklés is, igen. Tehát, hogy az a cél, hogy jól érezzük magunkat, és most csatlakoztak hozzánk lányok, akik meg egyébként összejárnak énekelni, és eljöttek, hogy akkor ezt kössük össze ezt a kettőt, és mi is énekelhetünk velük. Úgyhogy jó az egész. Tehát így alakulgatunk, ismerkedünk ezzel az élménnyel, hogy milyen nyilvános helyen kötni, ami egyébként elképesztő, de ez egy ilyen coming out egyébként, tehát hogy ez ahhoz hasonlítható élmény. Mit szólnak a Drunken Taylor vendégei, akik úgy jönnek, csak úgy? Néznek, nagyon csodálkozva néznek egyébként. Láttam, hogy ott más civil szervezetekből is voltak emberek, a Kesztei Zsuzsi, akivel csináltunk interjút, a városi kertépítők közül az is jár hozzátok kötögetni, amúgy ő adta át a stafétát, ő mondta, hogy virág. Lehet fokozni, szóval lehet úgynevezett gerilla kötő akciókat szervezni, ahol köztereken foglalunk be, és színes takarókkal, és a fonalainkkal, és a kötőtűinkkel, és leülünk, és kötünk egy Blahaluiza téren például, kidekorálunk helyeket együtt. Nekem van egy olyan tervem is, hogy elkezdünk használni régi pulóvereket, tehát hogy újra hasznosítunk dolgokat, mert azért a fonal elég drága, és ez egy bizonyos fajta, nem túl drága, de hát azért ez egy bizonyos fajta egzisztenciát igényel. Viszont, hogyha például turkálóba veszünk régi fonalat, vagy régi pulóvert, amit lebontunk, az egy sokkal olcsóbb megoldás, és aztán ezt el lehet vinni mondjuk olyan helyekre is, ahol mondjuk a nőknek, asszonyoknak nincs annyi pénze, hogy vásároljanak maguknak fonalat. Lehet gyűjteni, aztán az rendelkezésre bocsátani, el lehet menni mondjuk ilyen nőotthonokba, vagy hajléktalan szállókra, és ott bevonni az ott élőket. Úgyhogy elég sok elképzelésünk van ezzel kapcsolatosan, és amúgy meg bevonunk másokat, és így futó tűzként terjed az, hogy így jó, legyünk jól együtt.
Szóval, hogy ez egy program, hogy elűzzük a rossz kedvünket. Igazából olyan dolgokat keresünk, olyan lehetőségeket, amiben fel lehet töltődni. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon erre nagyon nagy szükség van, hogy nagyon könnyen rossz kedvűvé válunk, nagyon könnyen ráhangulódunk arra, hogy mi nem sikerül, mi nincs, mi hiányzik, mi nem megy, és nagyon kevés olyan lehetőség van, ahol megélhetjük, hogy mit tudunk, mitől érezhetjük jól magunkat, és mi az, amikor képesek vagyunk dolgokra. És azt hiszem, önmagában az, hogy emberek egy közösségben vannak, együtt csinálhatnak valamit, ez általában az embereket jó kedvre deríti, de persze az is jó, hogyha éppen szomorú valaki, és van hova oda mennie, és mondjuk letenni a szomorúságát, vagy el tudja mondani valakinek azt, hogy szomorú, de a többiek közben mondjuk jó kedvűek mellette, és aktívak, és jól érzik magukat, jók a kapcsolatok. Egy jó kapcsolatban beleférnek a nehéz dolgok is. De az nem egy jó kapcsolat, hogyha állandóan elégedetlenkedünk mondjuk, vagy morgolódunk együtt. Szóval mi nem akarunk egy ilyen morgóklubot, hogy elegünk van egy a morgóklubból, és azt szeretnénk, hogy alapvetően olyan hely legyen ez a közösség, ahova az emberek lejöhetnek, és kicsit jobb kedvre tudnak derülni, jobb hangulatba tudnak jönni. És nagy nézé van, édes, a szolgás is, és édes.